hogy nem a középszakaszban kell jól játszani, hanem majd az egyenes kieséses playoffban, azaz rájátszásban. Ez egy nagyon szép betörés volt. De itt is ugyanaz a tétel igaz, mint a körmentnél, hogy nem most kell jól játszani, hanem majd. Következik tulajdonképpen, hogy rossz a védekezése is a Sopronnak. Nagyon rövid volt a dobása Quincy Fornak. Így aztán tovább növelheti az előnyét az Aegis Körmen. Kipasszolják, az ütközésnél akár falt is lehetett volna. Csak a tiszta helyzetben nagyon sok könnyű kosarat engednek az Aegis Körmennek, ahol egyébként kívülről, belülről egyaránt eredményesek. Ugye... meg próbál lefordulni Stokesról. Montgomery ki tudja még passzolni, Ford elég lépésgyanúsan vette át. Myers, Sitku, meg nem dobta el kintről, lehet, hogy jobban járt volna ennél biztosan, mert így megeladják a labdát, sőt, még a támadóidő is lejár, hengerében ugrott föl. Itt viszont egy három pontos, amit Stokes süllyesztett el. Volt tripla is Stokes részéről, ugye takács duplával. Kicsit megilletődötten kezd a Sopron, nagyon sok elszórt labdájuk van. Pont erre hívta fel a figyelmet Leverakis, hogy ez ne legyen, és ez megint egy villámrajtot vesz az Aegis Körmen. Fazekas a sarokból, nincs bent. Van viszont egy támadó lepattanó, amit össze tudott szedni Ford. Utána meg eladja a labdát. Egészen hihetetlen, hogy ennyi eladott labdája van a Sopronnak, amiből megint gyors indítás, és most már Kostas Leverakis. Stokes. Megnyílik a betörés lehetősége, ki tudja passzolni. White nincs. Borisov. Egy lassú labda, és bizony beleér még a soproni játékos. Az viszont szép megoldás. Stokes. Lefordul Halászról. Stokes még mindig Halász szabálytalan. Stokes, Gordon át a túloldalra, még az is belefért, hogy Savic leüsse a labdát. Tisztában lelépnek róla, hagy dobjon. A második három pontos kísérlete sem megy be Halász Ákosnak. Stokes, Gordon, megvan a tempó előny, és be is tudja fejezni falttal. Akkor ki is alakult az eddigi legnagyobb különbség. A 12 pont. 9. körmendi pont. 13 az előny. Továbbra is azért gondban van a Sopron, maradjunk annyiban. Próbálják becsapdázni Myers, de ez csak falttal együtt sikerül. Myers, két kisember van fönt, két hátvéd, meg Ford, szép volt a kézváltás, Boris, Stokes. Savic csinált neki egy kis helyet, az gyönyörű volt, és falttal együtt. Eléggé akrobatikus volt a mozdulat, de beesett Gordonnál. Kétségbe esettem, még valahogy megpróbálta rá tolni a gyűrűre. Hát sikerült. Fazekas. Újabb eladott labda a Sopronnál. Folytatódik, nem lehet meccset nyerni. Takács. Most három magyar is bent az Aegis Körmenben, ugye Durázi, Takács és Ferenc. Stokes, ő viszont bedobja. Ez a második sikeres három pontosa. Na
nagyobb előnyt az Aegis körben. White. Stokes. Nagyon szép befejezés. Stokes 8 pontos, utoléri Gordon. Egyből beleáll, ez sincsen bent. Egész egyszerűen nem jönnek a távoli dobások az SKC-nál. White, az meg egy falt fazekosnál. Támadó lepattanóért. Újra második esély a körmennél. Stokes, jó a belépés. Durázi, tettem a 15 pontról már csak 5 pont a hátránya az SKC-nak. És ugyanúgy, ahogy ugye szétesett játéka volt a Sopronnak a meccs elején, most olyan a körmendél. Meg. Kétszer ütközött Stokes-szal. Sitku. Ráadásul Wesley Gordonnak ez a harmadik hibája, amit rögtön összeszedett itt a második félidő elején, már pedig ő kulcsjátékos az Aegis Körment palánk alatti játékában. Myers meg, egyből beleáll, de ez most nincs bent, a lepattanó Savicsi. Stokes, Gordon, Savic tisztán, de azt hittem, hogy nem fog bemenni. 3 pont, mármint a különbség. Ferenc. Stokes tisztán össze tudta rendezni a mozgását, be is dobja, rosszul cserél. Viszont csak 5. Stokes ezt is eldobja, és be is dobja. Most azért a körmendi kinti dobók szépen termelnek, és hogyha erre nem fog figyelni a Sopron, az megint akár a meccsbe is kerülhet nekik. Eladják a labdát. Borisov odaüt még Ferencnek. Egy zicser, amit bedob White, tud a körben kosarat szerezni. Ferenc. Stokes. Nem tud közelebb jönni, újra kéri az elzárás. Az nagyon szép. 6 pontnál tart, megint csak 3 a különbség. Értem az, mit osztás Leverakis, mert annál inkább nem, mert nincs játékos, akit becseréljen helyette. Ugye sokan is fiatalok ülnek a padon, akik eddig nem kaptak még lehetőséget. 4 csapatfaltnál tart a Sopron. A körmendi előny. Ferenc. Jön Savic. És aztán jön egy alsó elzáráson. Stokes beleáll a trojkába. Bent van! 77-69. Nagyon szép 3 pontos különbség, és egész egyszerűen onnan nem tudott még egy lépést tenni soha.